Több mint négy éve, 2019. októberében adták át a forgalom számára Nyíregyháza nyugati elkerülőjének több mint 8 kilométeres szakaszát. A 9,2 milliárd forintos beruházás teljes mértékben hazai forrásból a Modern Városok Program támogatásából finanszírozták. Ez mindössze egy szelete annak a fejlesztés sorozatnak, amelyet a programban valósítottak meg a Vármegye székhelyen. Podlovics Roland a polgármester 35 perc című műsorunkban elmondta, az önkormányzat 2015-ben kötötte meg a szerződést a kormányjal, azután, hogy sikerült stabilizálni a város gazdasági helyzetét. Azért azt látni kell, hogy az előtte lévő években rendkívül nehéz helyzetben lévő önkormányzati vezetés volt polgármester úr első ciklusában, az akár szembesülni, hogy ezért jelentős hiányok vannak, jelentős adóssága volt, és hogyha a modellváltozás Városú program, mint az Orbán kormánynak az intézkedésébe illeszkedő fejlesztési programot nézzük, akkor annak volt egy előzménye az adósságkonszolidáció 2013-ban, és ezt követte ez a modellvárosú program, amit most 8 év után nyilván felül kell vizsgálni egy ilyen programot, és 8 év után visszatekintve azt láthatjuk, hogy Nyíregyháza a modellvárosú program nyertes városai között tarthatja magát számon. 74 milliárd forint értékben kifejezetten modernvárosok programhoz kapcsolódó projektelemek valósultak meg, vagy valósulnak még meg, hiszen még valami nem záródott le. Ilyen például az európai szinten is egyedülálló jégkorszak interaktív állatbemutató kiállítás. A nyíregyházi állatparkban megvalósított attrakció kivitelezése várhatóan jövő év tavaszán fejeződik be a már lezárt beruházások között van többek között az atlétikai centrum és az ahhoz tartozó sportszálló megépítése. Sóston két szálloda megvalósítása, újabb kerékpárutak kialakítása és a város forgalmas csomópontjainak fejlesztése. Emellett Nyíregyháza kulturális negyedének mostani arculata is nagyban a modern városok programnak köszönhető. A Bentford besenyei tér, mint már a már kulturális negyed, számos országos műemlékkel rendelkezik. Így szó volt már a szabadtéri színpadról, de említhetnénk a Kállai kúriát is, ami szintén a Modern Városok program keretében került megújításra. Ugye először az volt a feladat, és a polgármester úr hatásos eredményes lobbyának köszönhetően önkormányzati tulajdonba került az ingatlan együttes és hát ezt követően ugye teljes körülön felújításra került. Ma már a e, országosan híres kállai gyűjteménynek a e, helyszíne, és különböző kiállítások, rendezvények, kulturális eseményeknek a e, meghatározó e, helye lett. E, Bentfur Besenyei tér e, felújítását is e, megemlíteném, bár az Európai Uniós forrásból valósult meg. Az említett beruházásokon túl a Modern Városok programban alakította ki telephelyet a Tiszavasvári úton a városban közlekedő gázüzemű buszok számára. Bár a projekt rövidesen zárul, egyéb hazai támogatásokból folytatódnak a fejlesztések Nyíregyházán, rövidesen bezárul a belső körút, hamarosan meglesznek az engedélyes tervei a Tokai úti aluljárónak, és már zajlik a tervezése a várost elkerülő körgyűrű folytatásának is.